Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy lehet látni, Arch Linux GUI, ez egy telepítő rendszer, amivel Arch Linuxot tudsz felrakni grafikus felületen. Már jó néhányat bemutattam, és azért szeretek sokat bemutatni, és nem csak egyet vagy kettőt, mert így mindenki kiválaszthatja azt, ami neki kell. Azaz, egy picit eltérünk a next, itt állíts be ezt és ott azt témától, és elkezdünk egy kicsit gondolkodni, hogy miben más, mint a múltkor bemutatott Axil. Egy cikket is fogok hozzáírni, és amikor ez a videó felkerül, a cikk is meg fog jelenni, azaz a honlapomra is érdemes felmenni és elolvasni, ha van hozzá kedved. Gyakorlatilag miről beszélünk? Arch Linux GUI. Mit kapunk? Mi az, ami számunkra fontos? Van Plasma, azaz ilyen KDS beállítottságú embereknek jó lesz. Van GNOME, amit sokan szeretnek, sokan nem. Nyilván, aki GNOME-ot szeretne, azt ez fogja feltenni. Van XFCE, na hát ezt majd meg is nézem, hogy mit rak fel, milyen beállítások vannak és mi kerül fel. Van Cinnamon és Mate, illetve van Windows Manager, azaz ablakkezelő, kettő darab, azaz itt a választék elég szűk. Ez az elég szűk választék azt jelenti, hogy az Axilba azt hiszem 6 vagy 7 darab ablakkezelőt tudsz választani, a magyarázsba 4-et, itt 2-t, a két legfontosabbat, illetve ez így nem is teljesen igaz, hogy a legfontosabb, hanem a két legelterjedtebb, legismertebb és legkezdőbarátabb. Én nyilvánvalóan nem fogok senkinek nagy meglepetést okozni azzal, hogy i3-at fogom feltenni, és nem a BSPVM-et. Ami fontos, itt nem úgy működnek a dolgok, hogy letöltesz egy image-et, és azt kiírod és telepítesz, és abban mindenfajta ablakkezelő és asztali felület együtt megtalálható, hanem a megfelelő image-et kell letölteni. Nézzük is meg az érdekesség kedvéért, hogy mit ír saját magáról a Windows Managerről. Nagyon szépen leírja a főbb jellemzőket, ami számunkra fontos, hogy Mode D-vel fogjuk tudni, azaz Windows plusz D-vel elindítani a röfit, azaz itt egy menü választékot, programindításos dolgot. A többi igazából nem olyan érdekes, elindul egy választó, és ha kiválasztod a programot, így már megjegyezzük, hogy a Windows D az nagyon fontos számunkra. Geppeket kapunk, és felsorolja azt, ami számunkra fontos. Vim lesz feltéve, és azt mondja, hogy nano nincs. Erre figyelj, akinek nano kell, vagy egyéb ilyen terminálos szövegszerkesztő, az jobb, ha megszokja azt, hogy sok helyen a Vimet rakják föl, NVimet vagy egyebet, majd megnézzük ezt a Vimet, hogy hogyan van beállítva, van-e olyan szép, mint az Axilé, vagy nincs Kitty. Ízlések, pofonok, van aki a Kittyt szereti, van az, aki az Alacritét, van aki egyéb más terminál emulátort szeret, a Kitty szívemcsücske, ugyanúgy, mint többi 3, 4, 5, én mindegyiket szeretem. Picob, ez adja a háttérnek az árnyékolását, a egyéb ilyen szépészeti dolgokat, átlátszóságot, Franco, hiszen nem kell utólag állogatni, hogy mennyire van beállítva, majd meglátjuk. Tehát mennyire van extra beállítás, majd meglátjuk. A röfi, fontos, polibár. Ajaj, ez egy érdekes elgondolás, hiszen az i3-nak van saját bárja, de ők a polibárra átváltották. Érdekes gondolat, egy kicsit hagyományokkal szakító gondolat, hiszen általában az i3, akkor az i3 bárt szokták egy kicsit testre szabni. Itt a polibár van, feh, háttérkép, beállító dolog, igazából lényegtelen, van aki szereti, van aki nem, van aki használ, van aki nem, hátteret egyéni dolog. Paru, na hát ez egy fontos dolog, felraknak egy Aur Helpert, ugyanúgy, mint az Axilba, vagy a magyarázsba fönt van, ez fontos, nem kell azt a 4-5 sort bemásolnod, amivel az Aurból kézzel, hogy úgy mondjam, telepítesz egy parut, vagy jajt, vagy egyéb Aur Helpert, és utána tudod elérni az Aur csomagokat, hanem rögtön készen megkapod, illetve ami nekem nagyon fontos, leírják azt, hogy 1-2-3 darab
gyors billentyű. Na hát itt már lehet látni, hogy egy kicsit eltér az előzőekben bemutatott Axiltól. Itt nem fejtik ki folyamatosan az összes billentyű kombinációt, hanem ez, na hát majd belenézünk a konfigurációs fájba, hogy mi hogyan működik benne, úgy át fogunk rajta futni. Nem azért, hogy az összeset egyesével felsoroljam, hanem miért? Azért, hogy megmutassam, hogyan lehet egy idegen E3-asnak a beállítását, a gyors billentyűt kikeresgélni. Nem nagy dolog. Itt is felsorolhatták volna azokat, amik egy picit másak, mint az alapbeállítás, vagy esetleg az összeset, hogy a kezdőnek jó legyen, de ők úgy gondolták, hogy ennyi elegendő. Hát bizony, utána elmondják, hogy a Vim-mel hogyan tudod megnyitni az E3 konfigurációját, illetve a Polybar konfigurációját. Most erre annyit tudok mondani, ha nem írják ki az összes gyors billentyűt, akkor mi az össznek írják ki, hogyan éred el? Ha kiíratom az összes gyors billentyűt, mert kezdő barát vagyok, akkor ezt ki kell írni. Ha nem írom ki az összeset, mert úgy gondolom, hogy haladó felhasználóknak való ez a rendszer, akkor meg ezeket az alapdolgokat, bocsi, de nem fogom kiírni, hogy Vim és hol van a konfigurációs fájl az E3 alatt. Azt hiszem ez valahogy ugye a kettő nem igazán van egálba, nincs egyensúlyba. Írjuk ki, vagy kiírhatták volna, inkább így mondom, az összes gyors billentyűt, és utána az összes konfigurációs fájlnak az elérési útját, mert kezdőknek akarnak segíteni, vagy ne írjanak ki semmit, mert úgyis megtalálja majd ezeket a dolgokat. Egy haladó, na hát ez egy kis kritika volt, nem nagy kritika, de ennyi, mivel hogy azt mondtam, hogy meg fogjuk nézni a XFCE-t, nézzük is meg, mit kapunk az XFCE felülettel alapbeállításba. Nvidia támogatás, szuper, egyértelmű, legtöbb rendszer támogatja. Whisker menü, ez az a start menü, ami a legtöbb XFCE-ben bent van a panelon, egy ilyen kis egérke, vagy valami kis ikonkával egy start menüt tudunk elővarázsolni. Szuper, ilyet már láttunk, újdonságot nem ad. Sötét téma, ami az egész rendszerre kiterjed, szerintem nagyon szépen megoldhatták, nem egy nagy dolog, de kényelmes, hogyha nem kell állogatnod semmit, hanem úgy minden nagyjából egyforma média lejátszó. Szuper gyerekek, kapunk egy média lejátszót, ezt ki se írtam volna, illetve én azt mondom, hogy ezek egy alapcsomag, alaprészei, hiszen hogyha nem valami nagyon szikár rendszert rakunk fel, és van asztali felületünk, grafikus környezetünk, akkor valami média lejátszó illendő. Hát a támogatja a nyomtatást a CUPS rendszeren keresztül, egyértelmű, Bluetooth, Blumen, egyértelmű, MS font, Office, majd megnézzük, melyik Office-t tették föl, Pavo Control, szuper, hangerőszabályzónk is lesz, Tunar, egyértelmű, ez jár azoknak, aki éppen az XFCE-t választották, ez nagyon jó, saját beállítású rendszerindító képernyő, hát majd megnézzük, hogy ez mennyire sikeredett, mennyire lett esztétikus. Ennek az a jelentősége, hogy jól nézzen ki, a többi igazából ugyanaz, minden rendszerbe beírod azt, hogy ki vagy, mi a jelszód, és kiválasztod esetlegesen, ha van több asztali környezeted vagy ablakkezelőd, itt nyilvánvalóan egyet fogunk tudni. Paru, Aur Helper, erről volt szó, szerintem nagyon jó. Van egy nagyon-nagyon kényelmes megoldás, ami igazából, legyünk őszinték, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Lehet egy olyan gondolatot tenni, hogy egy előre beállított környezetet, vagy egy mesztelen, azt kapod, ami az XFCE-ben van, elgondolású XFCE-t lehet felrakosgatni, mindenki eldöntheti, hogy számára melyik a kényelmesebb. Én azt mondom, hogy a Mousepad Text Editor kényelmesen használható alapfunkció. XFCE 4 terminál, szuper, kényelmesen használható, nem kedvelem annyira, mint a Kittit vagy az Alacrity-t, inkább az a grafikusabb megoldás, de hát mindenkinek azt tetszik, amit szeret használni, meg a Tunar van. Oké, és utána egy nagyon kényelmes dolgot látunk, rákattintva eljuthatunk oda, hogy mit fog ő felrakosgatni alapértelmezetten, és látható, hogy itt is meg tudjuk nézni, egy kis utána járással esetlegesen, hogy éppen mit fog felrakosgatni az adott telepítő rendszer.
Én úgy gondolom, hogy ide megyünk, és akkor már lehet látni, hogy Arch Linux GUI, és akkor megnézhetjük a Zen, a repo-ban mi van, az i3-ban mit rakosgat fel, azt is megnézhetjük. Én nem azért mutatom meg ezt neked, mert ez olyan nagy csoda, hanem hogy legyen rutinod, hogyha felmész egy repóra, felmész a fő könyvtárába, megnézed, hogy milyen egyéb repók vannak, adattárak vannak, GitLab oldalak, GitHub oldalak, attól függ, hogy melyik, és akkor egy kicsit úgy tájékozottabb vagy, és rögtön meg is találod, hogy miket rak fel. Ez nagyon jó. Az előzőekben is megnéztük természetesen, hiszen az Axilnál is volt ilyen, szépen végignézed, hogy elegendő-e neked az, amit felrak, és megnézed azt, hogy Kitty, jó, ezt leírták, éppen rossz példa, de a NeoFetch fönt van, nincs fönt, hű, nem kell gondolkodni rajta, hanem a listából ki tudod lesni, hogy ez bizony fent van, a pikon fent van, a paró fent van, ez a színbeállító egyéb kütyű fent van, ez mondjuk már ott tartunk, hogy bizony az E3-asról beszélünk, azaz mindent meg tudunk nézni. Oké, telepítés, a telepítés nagyon egyszerű, megint maradunk annál a régi hagyománynál, hogy QEMU, pici gép, megnézzük, hogy azon a gépen alapbeállítás semmi extrázás nélkül mit tud a mi kis rendszerünk, amit fel szeretnénk rakni. Először természetesen az E3-assal kezdünk. CD, QEMU-ba belépünk, és akkor most felfele lépkedünk, és elkészítjük az image-et. Minden tesztelés előtt, bár nekem már készen volt az image, 30 gigás image, én szeretem lenullázni, újra elkészítetni azt az image-et. Miért? Természetesen azért, mert így a méreteket könnyebben összetudom hasonlítani. Elkészül az image, ennyi, nem jelent gondot, hogy ez a sor mit jelent. Vagy megnézitek az erről szóló, a QEMU-ról szóló videómat, vagy felmentek a magyarásnak a honlapjára, és ott van egy rövidke cikkecske, ami elmondja, hogy ezek közül mi, micsoda. Én onnan szoktam kimásolni. Következő lépés, szintén egy előkészített gondolat, teszünk egy olyat, hogy 2 GB-nyi a memóriája, és a CD-ROM, azaz az image-nek most a ISO nevet adtam, én gyakorlatilag átírom az ISO nevét mindig, mert jó hosszú, ha letöltöd, látod, hogy mikor, milyen gépekhez készült, milyen alverziójú ISO-t töltöttél le, az hosszadalmas lenne beírogatni, én a gyakorlat kedvéért a ISO-val átneveztem, tehát igazából ennyi az egész, és bizony így kényelmesebben indul, el is indult. Arch telepítés indul, szépen indul, és amit lehet látni, szépen kirogatja, lepörgeti, hogy éppen mit csinál. Szeretem látni, mert akkor nincs az a érzésem, hogy nem működik a dolog, vagy villogjon, vagy énekeljen. El is indult a telepítő. Mit veszel észre a telepítőnél? Az, hogy van egy szép háttere, meg egy panelja. Rögvest észreveszed azt, hogy itt azért a panel messze nem olyan, mint a magyar árcsos, az egyik standardom, illetve messze nem olyan, mint az előzőekben bemutatott Axilé, sokkal szikárabb, sokkal egyszerűbb. Hozzáteszem, számomra ez bőven elegendő, kinek mi és hogyan tetszik, de lehet látni, hogy egyszerű. Nagyon egyszerű, egyébként ez lesz a vezér mottója a rendszernek. Nagyon egyszerűen nem csicsázták agyon, nem tettek bele semmit. Már itt le lehet vonni a következtetést, hogy az Axilnál, és még inkább úgy mondom a magyarásnál is, egy picit egyszínűbb, monokrómabb, szerényebb kinézetű. Már most sejthető az a kinézetből, bár hát az nem mindig azt jelenti, hogy ez egyszerűbb rendszer, hogy kevesebb dolog fog felkerülni, mint az Axilba, kipróbáltam, azért merem ezt állítani, tehát inkább olyanoknak való, aki egy szikár, minimális rendszert szeretne, és majd ő felépíti, mert tudja, hogy az E3, vagy a BSPVM, vagy egyéb mit tartalmaz, és hogyan kell azt felépíteni, hova lehet eljutni,
de igazából ő nem szeretne az Arch Install Script-tel foglalkozni, tehát terminálba beírogatni, vagy egy tényleges terminálos telepítést tenni, hanem egy grafikus telepítést szeretné. Észre lehet venni, hogy itt nem találsz semmit olyasmit, hogy hogyan tudsz telepíteni, nincs ikon. Induljunk ki abból, hogy nincs ikon. Hiába indulnánk ki másból, mert nem látsz itt ikont. Nyilvánvalóan E3-nál. Ők azt választották, hogy egy ilyen kiindulást fogsz kapni, és az elején azért emeltem ki, hogy Windows D, mert szépen előhívjuk a menünket, még menü sincs itt, nem úgy, mint az Axilnál, hogy van egy menü, amit esetleg rámész, aztán megböksz egérrel, és elkezdődik valami. Itt rögtön el kell olvasni a leírást, azt a pár sort, azt a pár kis ismertető betűt, ami számunkra fontos, tehát a Windows D lenyomásával megkapjuk ezt, és utána megyünk az Arch Installhoz. Általában nem ez a megoldás, ezért hangsúlyoztam ki, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy most nem lehet telepíteni, és ez maga a rendszer, és valahogy felvarázsolódik a gépére, azaz így el kell indulni, és elindítottam, és el is indult. A szokásos dolog, amin gyorsan átmegyünk, magyar nyelvre átállítjuk, következő Budapest nem érdekes, billentyűket már agyon beszéltük, alapbeállítás lesz, oké, okay, mit és hova? Na most figyeljünk, swap nélkül, nincs hibernálás, hibánálás swappal, és swap fájba című dolgot lehet választani. Igazából múltkor megbeszéltük, nem térnék ki rá, ami más. Nézzétek meg, itt több fájlrendszert tudsz választani. Az az érdekes, hogy vannak régebbiek, újabbak, modernek, de az X3-ast, mind az előzőekből, az Axilból megbeszéltük, ott bizony volt, itt nincs. Rendszertitkosítása, jelszó, jelszó, ahogy neked kényelmes. Megbeszéltük, nem törődünk vele, nem az a lényeg, hogy most megint 101-szer elmondjam mi micsoda, hanem az, hogy gyorsan és hatékonyan fel tud rakni. A többinél a szokásos beállítást tettem meg, igazából nem szeretném megint elmagyarázni, jelszó, meg a neved, meg éppen a root, meg egyéb ilyen dolgok, automatikus bejelentkezés nem érdekes, már sokat beszéltünk róla, megint leellenőrződés, oké, okay, elindul a telepítés, én nem fogok végig beszélgetni, egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, 165.926 fájl megy fel, azaz sokkal kevesebb, talán ugye a fele, mint az előzőekbe telepített rendszerbe, az Axilba igazott három asztali környezetet, bocsánat, ablakkezelőt telepítettem párhuzamosan. Újraindítás most, befejezre bökünk, újra fog indulni a rendszerünk, és kiválasztjuk az indítható rendszert, a telepített rendszert, enter, 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 gyakorlatilag ennyi, és már az élő rendszerünk fog indulni, megadjuk a titkos jelszót, hadd ne áruljam el, hogy három darab A betű bejelentkezés, gyakorlatilag, ahogy lehetett látni, nem volt ebbe semmi olyan extrém, egy ablakkezelőt raktunk fel, és utána a jelszó megadásával be tudtunk lépni. Gyakorlatilag nagyon egyszerű Arch alapú i3 VM-et kapunk. Mi az, ami lényeg? Lehet látni azt, hogy az ikonok ugyanazok, és az egyes asztalon vagyunk. Azt kell mondanom, hogy egy letisztult felület, letisztult, jól kinéző dolgot kapunk, és nézzük is meg a legfontosabbat. Windows D, hát nem kápráztattak el nagyon, valljuk be keményen, nem kápráztattak el nagyon a felrakott dolgokkal. Van egy Vim. Mi az első gondolat? Megnézzük a Vimet, mennyire szabták testre. Mindjárt bemutatom, ne lepődjön meg senki. Hát bizony, elindult a Vim, és nagyjából elmondható, hogy egy alap Vimet kaptunk, nem kaptunk semmi extra dolgot, azaz itt mindenképp fel lehet készülni, hogy mindent, és azon kívül mindent nekünk kell testre szabni. Oké, okay, természetesen aki már használt E3-at, meg hozzátartozó akármilyen programokat, annak ez nem okozhat gondot, de gyakorlatilag aki alapból szeretné felépíteni, szuper.
Aki esetleg már egy jobban belakott rendszert szeretne, annak már kevésbé szuper ez a megoldás. Miért? Mert gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy itt bizony semmilyen olyan extrém beállítást és rengeteg plusz programot nem kaptunk. Azaz, hogyha valaki nem tudja, hogy mit kell felrakni, annak gondokat jelenthet micsoda. Természetesen az, hogy egy fájkezelőt elővarázsoljon, mert nézzük meg, itt aztán van egy kitti. Azon kívül semmi. Mi a kitti? Természetesen a kitti, az a kitti, egy terminál emulátor, lehet látni, egyébként jól összerakott színharmónia, ez a kék és a szürke, nekem nagyon bejött, nem az a vadkék, de semmi extra nincs. Nézzük is meg, mi az első lépés, fel kéne varázsolni valamilyen olyan programot, ami számunkra azt adja, hogy egy-két dologba bele tudjunk nézni. Én nem szeretném a Vim és hosszú parancsort begépelgetni, mert az ujjam leszakad, ennek örömére a Ranger-t fel fogom tenni, azaz a paru fent van, ez nagyon jó, megadjuk, hogy paru, kötőjel, paru, kötőjel, S, és Ranger, és Enter, bekéri a jelszavunkat, ezt olvassátok el, mert általában ezen átsiklik az ember, de gyakorlatilag az a lényeg számunkra, hogy bízunk benne, hogy megkapta a szokásos tudnivalókat a helyi rendszergazdától, azaz oda kéne figyelni, hogy a rendszergazda vagy, igaz, nem végeztél el tanfolyamot, és nem kaptál meg semmilyen egyéb tájékoztatást, általában a következő három dolog lényeges, erre figyelj, tartsa tiszteletben mások személyiségi jogait. Miért? Mert bármihez hozzáférhetsz emelt joggal. Most emelt jogot kért a paru telepítéshez. Gondolkodjon gépelés előtt, azaz egy rendszergazda szét tudja barmolni iszonyatosan a rendszert, főleg a kezdőknek az a kellemes szokása megvan, hogy terminál rögtön emelt jog, és aztán üt vág abba a szerencsétlen rendszerbe mindent, jót akar, csak nem jót csinál. A nagy erő nagy felelősséggel jár, nincs hatalmasabb erő a gépben, mint a rendszergazda. Ennek a lehetőségét kapod meg, azzal, hogy beírjuk a titkos három darab betű jelszót, és már telepíthetünk is, és telepítés, és le is futott, a telepítés opcionális függőségeket el fogja nekem mondani, én ezeket felszoktam egyesével rakosgatni, de nem ez a téma jelen pillanatban, hanem Rangert beírjuk, és megkapjuk a megszokott alap Rangert. Tegyük hozzá, most megint az Axil mellett beszélek, vagy az Axil ellen, attól függ, hogy neked mi a célod. Itt bizony alap. Alapszínharmónia, alapbeállítások, minden egyszerűen alap. Az Axilban be van állítva, előttek is ikonkák vannak, ott van egy csomó beállítás, szépen néz ki. Ez is használható, de nyilvánvalóan szeretjük testre szabni. Hát első körben nyomunk egy Ctrl-H-t, mert az a Ranger alapbeállítása a rejtett fájlok erővarázsolására felfele billentyűvel, vagy hogyha valakinek olyan kedve van HJKL használatával, oda megyünk a Config-ra, és nyilvánvalóan a Polybar beállítása, Polybar, Kitty beállítása, Kitty, E3 beállítása, E3 Conf, ráütünk, ne az oldalsó panelba kelljen nézegetni, itt találod meg az összes beállítást. Itt is lehet látni, hogy egy alap Vim beállítás van, abból lehet látni, hogy alap Vim-e semmi nincs kiemelve, semmi egyéb beállítás nincs, a hashtagelt sorok szépen ki vannak emelve, illetve a sorszámozás megvan, azaz nem nagyon nyúlkáltak ezekbe bele. Amit lehet látni, első körben a mód 4, a mód gomb, tehát a Windows, ez igazából nem érdekes, hanem mi az, ami számunkra fontos, nem fogunk végig menni, természetesen, hanem csak rámutatok, hogyan kell ezt értelmezni. Az így kezdődő sorok, ami után van egy ilyen,
és utána van valami beállítás vagy iromány, az azt jelenti, hogy ez a billentyű kombináció mód, azaz Windows Enter adja meg a beállított terminál megnyitását. A mód, azaz a Windows Shift plusz Q, az killezi, megöli, oda van föléje írva a fókuszált ablakot, azaz ezeken végig kell menni, át kell nézni, hogy mi az, ami számodra érdekes. Mondjuk inkább úgy, hogy ezeket át kell nézni, és ha nagyon kezdő vagy, akkor első körben le is kell írogatni, hogy Mode D, tehát a Windows plus D, az hozza elő a röpit, azt a kis menüt, amit az előbb mutattam, és gyakorlatilag ennyi, és egy eszkel ki tudsz ebből lépni. Tehát ezeket a gyors billentyűket nem írták le, 2-3-4-et leírtak, nem emlékszek már mennyit, de ahogy lehet látni, sokkal több van, sokkal pontosabb beállítások, amik sorok úgy kezdődnek, hogy exec, és valami van írva, azok azt mondják számunkra, hogy itt valami automatikusan elinduló, egyszer elinduló, többször elinduló, újratöltéskor is elinduló, újratöltéskor nem elinduló, de valamilyen parancsot, vagy valami programot indítanak. Ezt érdemes átnézegetni, látható az, hogy a pikomot használja, látható, hogy a fe háttérképkezelőt elindítja ezzel a háttérképpel, hozzáteszem, ennél jobbak is vannak, meg van, aki ezt szereti, meg van, aki nem szeret háttérképeket. Lényegtelen, itt is lehet látni, hogy miket indít gyakorlatilag, és utána egy érdekességre szeretném felhívni a figyelmet, ami számunkra itt nagyon fontos, hogy van egy-két olyan sor, ami ALG jelzéssel van ellátva, az ők rakták bele, tehát az alapértelmezett E3-os beállításoktól eltérhet, pluszba bent vannak a média gomboknak a beállítása, illetve a fényerő gomboknak a beállítása, melyik hogyan működik, ha van ilyen gomb, és van ilyen lehetőség a rendszerben, tudod használni. Kellemes dolog, de nyilvánvalóan nem egy agysebészet ezeket összeszedegetni. Ami nekünk fontos, egy picit átirogatták a komment sorokat A1B2A és egyéb dolgokra tértek ki, azaz a fókuszált ablakok váltása és ablakváltás, asztalok váltása, a splittelés, a halmozott, illetve fülecskés beállításoknak a leírását itt találod, leírás, gyors billentyű. Nézzünk is meg egyet, a fülecskés megoldás szívem szerint a kedvenc, mód W-vel működik, mód W, természetesen nem történik semmi, miért nem történt semmi? Mert full screenbe vagyok, tehát teljes képernyőre van kinagyítva, mármint virtuális képernyőre, így bizony abból kilépek a mód, azaz Windows F-el, és lehet látni, hogy a fülecskés megoldás működik, azaz végig kell nézni, hogy mi hova van hozzárendelve, nem írták le, nem örülök neki, hogy nem írták le, én azokat a rendszereket szeretem nagyon-nagyon, amik milyenek agyon dokumentáltak. Tehát ezeket ki lehetett volna írni egy fél arasz szövegbe, mit, hova rendeltünk hozzá, mi az alapbeállítás, és akkor nem kellene ezeket nézegetni lényeg számunkra. Nagyjából ennyi. Összefoglalva az E3-as felületet, minimális, nagyon, nagyon minimális felületet kapunk. Látható a programkínálat, ami nem igazán azt mutatja számunkra, hogy itt aztán 101 darab dolog van. Tehát ha már azzal indulsz, hogy neked ez kevés, és nem tudod, hogyan kell feltenni, bár megmutattam a paruval, parukötőjel S és a telepítendő csomag nem egy agysebészet, de nincs ehhez kedved, hanem egy már belakottabb rendszert szeretnél, akkor nyilván nem ez a te rendszered. Akkor az Axel vagy a Magyar Árcsot választod. Ez kifejezetten olyanoknak való, akiknek már megvan egy csomó konfigurációs fájl, azaz csak be kell másolgatni, mint én az E3 konfigot egy másodperc alatt
átmásolom, és utána már olyan lesz, amilyen nekem kell. Vagy szeretik maguk felrakosgatni a dolgokat, maguk beállítgatni a konfigurációs fájlokat, és ezt élvezik, és az a céljuk, akkor nekik az Axil nem annyira jó, hiszen ott egy pár program már fönt van, egy csomó beállítás megvan, annak meg nincs nagy teteje, hogy ők megcsinálták a beállítást, és te leszedegeted azokat a beállításokat, átírod a sajátodra, ugyanazt a munkát kétszer elvégzed. Az ilyen barkácsolósabb alapokról épülőknek pedig jobb, micsoda, ez a rendszer, mert itt aztán biztosan nem lesz olyan program ezeken kívül, ami felkerül, és neked le kell szedegetni. Oké, lehet, hogy éppen a Comptont le akarod szedni, Picom néven fut manapság már, és utána, jaj, hát bizony Isten, az fölösleges volt, hogy fölkerüljön, de nem sok ilyen lesz, hiszen egy kicsi szikár rendszert kaptunk, és ez nagyon jó, mert akinek nincs kedve terminálos telepítéshez, annak ez nagyon-nagyon jó. Fölnyom mindent, ami kell, de azon kívül semmit lehet vele dolgozni, és nagyon-nagyon jól lehet használni, és azt kell mondanom, hogy már így az alapbeállítások bár iszonyat szükek. Kapsz egy vimet, egy kittit, meg aztán ennyi kalapkabát, azaz ezek nem egy olyan beállítás varázslatok, amiket hát igazából el kéne csodálkozni, hogy hű, de micsoda jó, de kapod, és utána el tudod indítani a rendszeredet, és már utána építkezhetsz is. Na hát most megnéztük az egyik legkisebb ablakkezelőt, úgy értem, hogy telepítés méretre, ami mindjárt megnézzük mekkora méretű, gyorsan ide megyünk, nézzük is meg, hol van, van olyan, hogy QEMU, egy Q betűt leütünk, és oda megyünk, a testing imageünk, hát 4,8. Látható, ez egy többszli rendszer, 4,8. Akinek van kedve, én nem merem azt mondani, 8,6 volt az Axil, az megnézi az Axil telepítéses videót, ez 4,8, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picit fog felrakni, ez mutatja ennek a rendszernek az erősségét, illetve gyengeségét is. No hát nézzük is meg az XFCE-t, mit alkot az XFCE-vel, nézzük is meg, hogy mit alkotnak az XFCE-vel, gyakorlatilag miben más, mint egy alapbeállítású, az MX-el össze fogod tudni hasonlítani, hiszen az MX-nél is természetesen az XFCE felületet rakosgattuk fel. A telepítésnél rögtön észrevesszük, erre ki kell térni, hogy Nvidia drivert is választhatsz, ez nagyon kényelmes, ha neked olyanod van, fölösleges, ha nem olyanod van, ez a videokártyára vonatkozik, a többi nagyjából ugyanannyi, és csak azokra fogok kitérni, ami más, azaz ilyen szakaszok ki fognak maradni, hiszen nincs nagy teteje annak, hogy végignézegetjük azokat, amit már ezerszer végignéztünk. Na, természetesen indításkor egy picit más képet kapunk, megkapjuk az alappanelt, ez a visker menü, ezt mindenki ismeri, gyakorlatilag végig lehet nézni, hogy mi van benne, mi az, ami plusz. Érdemes végignézni telepítés előtt, hogy valóban azok települnek, ami neked kell, vagy azok nem települnek, ami éppen hiányozni fog neked, és természetesen itt is megkeresi az ember a telepítést, és el fogja indítani. Installal indulunk, és elindul. Itt azért már valamivel több fájl kerül fel, 228, 342, nem igazán érdekes, ennyi. Egy rendszer nem sok mindent fog pluszba felrakosgatni. A telepítő érezhetően hosszabb ideig tartott, nyilvánvalóan azért több csomag, komplexebb rendszer, több beállítást igényel, gyakorlatilag elindítjuk újra a gépünket, és láthatóan egy szép hátteret kaptunk, erre voltam kíváncsi, hogy mit változtattak,
Gyakorlatilag szép a háttér, maradjunk ennyibe, nem nagy dolog, de legalább adtak rá, hogy valahogy kinézzen, megnézzük, hogy mi volt feltelepítve, XFC-je, ahogy ígértem, és megadom a titkos 3 darab A betűt, szokásos panel, szokásosan kinéz, igazából semmi. Mondjuk ide a háttérképet berakosgatni a hátsó Arch logóval, hát igazából fölösleges, lehetett volna egy kicsit másabb felépítés, hogy legalább az Arch logót lássuk, de hát ez is lényegtelen. Oké, esztétika nem fontos. Fontos, csak maradjunk annyiba, hogy jobb lett volna másképp. Mit kaptunk? Egy póri, megszokott alap XFCE felületet. Van egy panel, ami nem függőleges, hanem vízszintes, és itt vannak az asztali ikonkáink. Szuper, mondjuk ki hangosan, ez jól néz ki. Nem azt mondom, hogy mindenkinek kell, de legalább nem csili-vili, neonzöld és össze-vissza színekkel összegányolt rendszert kaptunk. Ahogy látjuk, nagyon jól, vagy legalábbis véleményem szerint nagyon jól összeszedett gondolatok mentén rakták össze a panelt. Az asztalváltogató itt van, szupi, örüljük neki. Hálózat, kibekapcsoló, hangerőszabályzó, értesítési terület, illetve természetesen ez a energiatakarékos mód, altatásos mód és egyebekhez tartozó akármi kütyű. Itt van a dátum, itt van, ahogy lehet látni, ők konkit nem raktak fel, illetve óra és a nevem. Nyilván ezek nem olyan dolgok, amik valami nagy fejlesztésre utalnak, de legalább ezeket az alapokat betartották. Gyorsindító panelünk van, egy Firefox van fönt, itt van a terminálunk. Ez a terminál, van, aki szereti, van, aki nem szereti. Én azt mondom, jól használható. Gyakorlatilag lényeges különbséget terminálügyileg nem tapasztaltunk, és XFCE alatt nyilvánvalóan az XFCE terminált fogod megkapni. Ő pedig, micsoda? Ő pedig a, megnézzük a nevét, mert ez egy fontos momentum, a Tunár, egyértelmű, nem nagy meglepetés, a Tunár a grafikus fájkezelője az XFCE-nek. Na hát, ezek voltak az alapok. Nézzük is meg a többit. Beállítások. Az alapbeállításokat megtaláljuk. Itt nem fogsz semmi plusz találni, ők nem adtak hozzá úgy, mint hasonlítsuk össze az MX Linux-szal, mint az MX Linux, csak az alapbeállítású, de azokat megkapod, nem lesz gond, hogy valamit pluszba fel kell tenned, gyakorlatilag alapbeállításokat meg fogod tudni tenni, ami az XFC-hez, meg a felülethez tartozik. Grafika. Grafikából mit kaptunk? Egy LibreOffice, megkaptuk a választ, természetesen, hogy melyik irodai csomag került föl, nem nagy meglepetés, a legtöbben ezt szokták felnyomatni, de igazából egyéb kaligra, egyebet is föl lehetne rakosgatni egy kisebb rendszerhez, bár logikus választása a LibreOffice, esetleg egy kisebb irodai csomag jobb lett volna, de hát ebbe igazából nem lehet beleszólni, ők ezt találták jónak, ami egyébként jó is, csak egy kisebb beállítású, kisebb csomag összetételűbe lehet, hogy nem a LibreOffice lenne a legideálisabb, hiszen esetleg kisebb gépeken lassabban megy. Internet, Firefox, aztán egy LFTP, hát én ezt soha nem használtam, tehát véleményt nem tudok róla mondani. Oké, terminálos dolog, igazából nem ezzel szoktam én FTP dolgokat elvégezni. FTP, File Transport Protocol, azaz ilyen fölletöltögető FTP szerverekről lefölletöltögető programocska. Iroda. Az irodában mit kaptunk? Megkaptuk a LibreOffice-t, ami egy jó választás, bár, ahogy mondtam, egy kicsit nagynak találom egy kisebb rendszerhez. A kellékek között megkaptuk csoportos átnevező jegyzetek, ideális gyors jegyzetekhez. Ez egy nagyon jó ötlet, mert szívem csücske az ilyen kis papírocskák, amit mindenhova odaragasztok, aztán elveszelődnek. A többi igazából a szokott dolgok jönnek le. Itt van megint az XFBurn, ez egy CD-DVD író, kérdés, hogy a 21. században, 2022-ben van erre szükség, de gondolom az XFC-e tartozéka föltolták. Nézzük meg a multimédiát. Multimédiák parole,
ez egy média lejátszó, működik, egy közepes dolog véleményem szerint, van jobb, van kisebb nála, MPV, hogyha valakinek éppen az egyszerűbb, vagy az SM Player, vagy VLC, ami egy kicsit összetettebb, de a Parole jó választás, működik, oktatás, nyilvánvalóan LibreOffice-nak a csomagja, rendszer. A szokásos rendszer cuccokat fogod megkapni, eléggé kevés dolog jött fel. Nyilvánvalóan a fájkezelő, grafikus fájkezelőn kívül a Super XFC-hez tartozó beállító eszközökön kívül megkapod a böngészőt és egyéb semmit. Azaz kapsz egy gyakorlatilag szépen beállított, nézzük meg a Firefoxot, mennyire simul bele ide a rendszerbe, teljesen belesimul a rendszerbe kinézetileg, azaz gyakorlatilag nem mondhatjuk el azt, hogy ezekre se figyeltek, azaz becsukom és megkapjuk, tehát megkapta ezt a színezést, amit alap. Oké, azt kell mondanom, nagyon kevés program jön fel, nem lesz azzal gond, hogy le kell írtani sok mindent, pár program feljön, utána telepítget. Ezt nyilvánvalóan leellenőrizzük a parut. Igen, van paru, mivel elindult a jelszó bekérés, nem fogom megadni, nem frissítem fel a rendszert, természetesen telepítés után első és azonnali teendő a felfrissítés, mert akármilyen is ott töltesz le, mondjuk tegnap előtt készült, ez nem akkor készült, de mondjuk tegnap előtt készült, azóta megint kijöhetett egy csomó biztonsági és egyéb frissítés, amit jó, hogyha azonnal feltolunk a gépre. Oké, összefoglalva, szuper, minimális és nagyon jól összerakott rendszer. A nagyon jól összerakott rendszer a színharmóniára gondolok, mert hát azon kívül igazából nem sok mindent raktak bele. Vegyük figyelembe, mielőtt telepítjük, valóban minimál, valóban egyszerű, valóban nagyon jó, és valóban arra hegyezték ki, hogy egy alaprendszert fel tudj tolni, és utána te hozzá tudj nyúlni, ellentétben az Axillal, vagy a Magyar Árccsal. Itt vannak például ilyenek, mint az XFC-e, Cinemon, meg egyéb. Ellentétben az Axillal, itt nem tudsz több felületet egyszerre feltenni, tehát kipróbálgatni sok mindent, de nyilvánvalóan egymás után föl lehet rakosgatni. QEMU-ba láthattátok, gyakorlatilag egy kis gyakorlattal 5 perc alatt fel lehet rakni bármit, megnézni, hogy mi van benne, és utána eldönteni, hogy élő rendszerként használod-e, avagy nem. Még egy restancián van, nézzük meg, mennyi a fogyasztása. H-top. Ops, nincs H-top. Tehát paru, kötőjel, nagyes, H-top. Látható, a paru úgy van beállítva, hogy bocsi, de az egész cubehört kírja nekünk, ami nem igazán érdekes jelen pillanatban, azaz a elkészítéshez, a fordításhoz való kis csomagocska parancsot, a parancsfájt is kilistázza, profik ezt el szokták olvasgatni, de én nem, és telepítést elindítjuk, és nagyon szuper, és le fogja forgatni. Most éppen egy aurós hátopot választottam, egy kicsit dolgozzon a gép, vegyétek figyelembe természetesen azt, hogy 2 gigabájtos RAM-ot kapott, és jelszava, bocsi, és megvan, és hát top. És meg is kaptuk, azt mondja, hogy így Cubehörrel együtt, mármint semmi nem fut, csak a panel, az asztalkezelő, a környezet, az Xorg, meg ami hozzá tartozik, minimális dolog, meg a hátop egy terminálba, 490 mega, ami egy elég kellemes, fél gigás swapot készített, ezt múltkor is ennyit csinált, azaz most ezeket becsukogatjuk, ablak bezárása, becsukunk mindent, és megnézzük a fájkezelőben, mit mutat. 7,2. Látható, nem egy nagy rendszert rakott fel, gyakorlatilag igazából beállítás, irodai csomag, ami fontos, illetve egy böngésző.
Azon kívül az XFCE dolgokhoz nem nyúltak hozzá, hát bizony ennyi, elég kicsi, elég masszív, elég szikár rendszert raknak föl. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, érdemes kipróbálni ezt a rendszert olyanoknak, akik alapokból szeretnek építkezni, és szeretik testre szabni a rendszerüket. Köszi szépen, sziasztok!